No kérem, hát akkor folytatván azt a tanítás sort, amiben éppen vagyunk az imádságról, és akkor mindjárt illusztrálom is, hogy a 145. Zsoltár 18-as verse, hát ez nekem teljesen elkerült el a figyelmemet az eddigiekben, és tegnap mutatta az Úr ezt az igét nekem. Tehát ha tetszik így, mondom, ez a tegnapi igém, Zsoltár 145-18, közel van az Úr minden őt hívóhoz. Minden. Közel van az Úr minden őt hívóhoz, mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. Közel van az Úr minden őt hívóhoz, mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. Most én egész ilyenkor meg szoktam nézni a szótárat, előveszem a héber szótárat, és megnézem, hogy milyen szó van ott héberül. Mert ugye nagyon sokféle fordítás van így, úgy amúgy. Károli fordítás nagyon jó, ez a héber kifejezés, hűséget jelent, álhatatosságot jelent. És erről szól ennek az imáról szóló tanításnak a második része, a szüntelenül történő álhatatos imádság. És hát Isten gondolta, hogy ezt az igét, amit én nem gyűjtöttem ki eddig ehhez, azt majd most nekem megmondja, ez volt tegnap, és íme egy új ige. Azt mondja az Úr, hogy kicsit úgy feltételül állítja Isten azt, hogy közel vagyok azokhoz, akik engem hívnak, akik hűséggel hívnak engem. Most a hűség az azt jelenti, hogy rendszeresen. Ugye? Tehát nem csak néha-néha, hanem úgy rendszeresen. És nagyon sok igét fogok neked most majd elmondani azzal kapcsolatban, hogy az imádság az egy rendszeres dolog. Miről szól ez az egész, és miért csináljuk ezt az egészet? Gyorsan ilyenkor el szoktam mindig mondani, hogy ha imádságról tanítok, akkor azt azért csinálom, mert az imádságot Isten meghallgatja. És az imádság, ha hittel szól, akkor Istent befolyásolja, bármi furcsa. Ami elég megdöbbentő, ha meg belegondolsz, mert Isten tevékenységeit azért, hát az Isten egy darab van belőle, ő teremtette a világegyetemet, stb. Minden, tehát nem akárkiről beszélünk. Viszont, hogyha te fölveszed a otthon, bemész a belső szobádba, és fölveszed a telefont az Úrhoz, való telefont, vagyis elkezdesz imádkozni, akkor Isten azt meghallgatja, mert az ő fülei, az igazak könyörgésein vannak, és Isten nem azért szereti hallgatni az imádat, mert az olyan simogatja a fülét, hanem azért, mert ő ezzel kap belépőt bizonyos helyekre a világon jelen pillanatban. Ezzel kap belépőt. Oké? Tehát ezt a világot Isten az emberek fiainak adta, és az emberek fiai azt csinálnak, amit akarnak. Természetesen azt kéne csinálni, amit Isten akar, hogy csináljanak, de ezen belül is azért vannak lehetőségek. De hát biztos észrevettétek már, hogy az emberek túlnyomó többsége nem azt csinálja, amit Isten akar, ugye? És ugye fölmerülhet a kérdés, hogy Isten vajon miért nem állítja le ezt az egész dolgot? Szabad akarat. Miért nem mondja azt, hogy már pedig ti nem csinálhatjátok azt, amit csak akartok? Hát a szabad akarat miatt bizony. És azért, mert az embert Isten azért küldte ide erre a földre, hogy őt képviselve végrehajtsa az ő akaratát. És Isten kéri majd az emberiséget számon, hogy ezt hogy csinálták, utólag. Ha viszont te menet közben szeretnél a dolgokon változtatni, mert nem tetszik, hogy a dolgok hogyan mennek, akkor meg kell kérned Istent, hogy jöjjön, mert te vagy itt, akinek adta a hatalmat ezen a földön. Oké? Ha tetszik így mondani, egy picikét így kizárta magát erről a bolygóról. Oké? Tehát egy kicsit ilyen faramuci helyzet állt elő, hogy a mindenható Isten nem tud akármit csinálni, mert az emberek szabad akaratába bele akad. És hogyha te a te szabad akaratoddal, a te hiteddel, azaz bizalmaddal Isten iránti bizalmaddal felkéred őt valamire, akkor ő szabad utat kap. Ugye azt mondja Jézus, hogy jól tudja a ti mennyei atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. De azt is mondja, hogy kérjetek és adatik néktek. Oké? Tehát az, hogy Isten tudja, mit kéne itt csinálni, az nem jelenti azt, hogy meg is tudja csinálni. A kettő közé kell a te imádságod. Ugye Jézus mondta, hogy imádkozzatok azért, hogy Isten akarata meglegyen a földön.
úgy, ahogy a mennyben. Most ha ezért imádkozni kell, Jézus mondja, tehát maga Isten mondja, hogy ezért imádkozni kell, akkor ha nem imádkozol, meg lesz Isten akarata? Nem. Bizony nem. Tehát ezért bizony neked, tehát neked, mint Isten képviselőjének, nagyon, nagyon nem mindegy, hogy hogy tekintesz magadra. Hogy tekintesz magadra? Úgy tekintesz magadra, mint egy falusi lakos, akinek az életében történt ez, az, amaz, úgy tekintesz magadra, mint egy nagymama, vagy úgy tekintesz magadra, mint egy traktoros, vagy úgy tekintesz magadra, mint egy, nem is tudom, sokféleképpen világ végén lakom, nem sokat számítok én, vagy úgy tekintesz magadra, hogy Isten képviselője vagyok itt ezen a helyen. Mert a Biblia ezt tanítja. Tehát amikor a Biblia azt mondja, hogy Isten az ő képére teremtette az embert, akkor ez azt jelenti, hogy az őt képviseletére. Ugye? Tehát Jézus volt a tökéletes képe az atyának, vagyis tökéletes képviselője az atyának. Azt mondta Fülöpnek, ha láttál engem, láttad az atyát. Ugye? Tehát, mert ugye azt mondja, ami az én tudományom nem az én tudományom, hanem aki elküldött engem, ugye? Tehát magyarán Jézus azt mondta, amit az atya mondott, Jézus azt mondja, hogy amíg látom az atyámat cselekedni, addig én is cselekszem, oké? Tehát magyarán Jézus tisztában volt azzal, hogy ő képviseli az atyát. És azt még olyan szinten is csinálta, hogy ha ő mást szeretett volna, mint az atya, akkor azt félretette. Azt csináltam, amit az atya mondott. Tehát ő pontosan tudta, hogy kit képvisel. Na most azt mondja Jézus, hogy én úgy küldelek titeket, ahogy az atya küldött engem. Azt mondja, ti vagytok a föld sója. Ti vagytok a világ világossága. Tehát magyarán te vagy az, aki az atyát képviseled itt ezen a helyen. Oda-vissza. Amikor egy emberrel találkozol, akkor te az atya képviselőjeként találkozol vele. Tekintsd magadat így. Tekintsd magadat így. Mert erre lettél teremtve. Az egy mellékes dolog, hogy te a civil életben éppen egy nagymama vagy, vagy egy unokahúg, vagy traktoros, vagy esztergályos. Ez egy tök mellékes dolog, mert igen, Pál apostol meg sátorkészítő volt. Jézus Krisztus meg ács volt. És lehetne sorolni ezeket a dolgokat. Máté vámszedő volt. Péter halász volt. Tehát ezeknek volt ilyen foglalkozása ezeknek az embereknek. Mindegyik fia meg lánya volt valakinek. Hát lánya egyik se, akiket felsoroltam, de gyereke volt valakinek. Mindegyik, ugye? És mindenkinek volt mindenféle kötődése. De mivel definiál? Ezzel definiálom magamat? Tencsházai nagymama. Nem. Isten képére teremtett valaki, aki Istent képviseli. És Isten akaratát próbálom behozni ebbe a világba. És ez az én életem. Ez az én életmódom. Ez az én életcélom. Az egy mellékes dolog, hogy hát igen, meg kell kapálni a kertet. Hát ez egy dolog. Megkapálom, lehet, közben lehet imádkozni az atyához. Ja? De nagyon fontos az elválasztott imaidő is, ugye? És hogy folytonosan tájékozódjak az én atyámnak a dolgairól, hogy nagy elfelejtsek valamit, azért ott az ő igéje, és azzal folyamatosan foglalkoznom kell, és ezt elő kell venni, föl kell csapni, hogy miket is mondott az én atyám. Ha tetszik, akkor a cégszabályzatot, folytonosan a munkaköri leírást néha át kell olvasni, jó? Hogy az ember hogy is csinálja ezt az egészet, és ezért fontos, hogy az atyával így kapcsolatom legyen. Nagyon-nagyon fontos. Szóval, hogyha Isten képviselője vagyok az emberek felé, akkor az emberek képviselője is vagyok az Isten felé. Az elég furcsa dolog, ugye? A Biblia azt mondja, hogy királyi papság. Mit csináltak a papok az Ószövetségi Szentírásban? Az Istennek az akaratát közvetítették az emberek felé, és az emberek kéréseit közvetítették Isten felé. Most a keresztényről mondja a Biblia azt, hogy királyi papság. Tehát te nézed az embereknek a nyomorát, baját, mindenét, és imádkozol értük, mert képviseled az ő kínjukat az atya felé.
A keresztények azzal szórakoznak, hogy melyik szenthez kéne imádkoznom, hogy majd a szent az atyához továbbítsa az én imádságomat. Ez teljesen bibliátlan dolog. A Biblia világosan azt mondja, hogy maga az atya szeret titeket, mert elhittétek, hogy tőle jöttem ki. Én nekem az atyával közvetlen kapcsolatom van. Nekem nincs szükségem senkire a mennyben, hogy majd közvetítsen. Isten füle van az igazak könyörgésein, nem a Szent Péteré. Ez fontos. De a keresztények, miért baj ez? Mert a keresztények nem azzal foglalkoznak, amely nekik kéne, hogy én imádkozom érted, és közben járok az atyánál. Én itt ezen a földön, és engem hallgat meg az atya. Hanem azzal foglalkoznak, hogy én hogyan, kitől kérjek én közbenjárást. Amikor a Biblia megmondja világosan, hogy az én nevemben mondja Jézus. Jó? Tehát te egy olyan helyzetben vagy, hogy Isten és az ember között, az Isten fele közvetítheted az embereknek a kínját, baját. Ezt hívják közbenjárásnak. Az emberek fele meg közvetítheted Istennek az akaratát. Ezt hívják prédikációnak. Vagy csak egy jó cselekedetnek. Vagy csak egy mondatnak, amit elmondtál valakinek, aki nem ismeri Istent. Nagyon fontos, ez azon múlik, hogy te hogyan tekinted magadat. Nem érdekes, hogy a másik ember hogy tekint téged, mit gondol rólad. Mert mindenki gondol valamit. Össze-vissza gondolnak az emberek. Minden, ezek ehhez érzelmek kötődnek, mert van, aki szeret téged, mert aranyosnak tart, van, aki utál téged, mert gusztustalan embernek tart. Tök mindegy. Teljesen mindegy. Isten mit mond rólam? Miért vagyok én itt? Képviseljem az atyát az embereknek. Miért vagyok én itt? Hogy imádkozzak, közben járjak az emberekért. És ugye beszéltünk arra, hogy ugye három fajta csoportért lehet imádkozni, tetszik így mondani. Emberekért, hogy megtérjenek, keresztényekért, hogy fejlődjenek, és szolgálattevőkért, ugye? Szolgálókért, hogy... Na most mi ezzel az utóbbi kettővel fogunk foglalkozni, mert hogyha a keresztények helyen vannak, akkor az Isten igéje megtermi a gyümölcsöt. Ha a keresztények helyén vannak, akkor Isten igéje megtermi a gyümölcsöt. Hogyha a keresztény szolgálók a helyén vannak, akkor a keresztények is a helyén vannak. Ugye azt mondja az írás, hogy mindenkinek adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándék mértéke szerint. Tehát magyarán, ahogy téged tanítanak az igére, a fölé nem nagyon nősz, nem nagyon nőhetsz. Vannak ilyen önkiszolgáló emberek, akik állandóan ott lógnak az atyának a kötényén, és minden létező idejüket arra tartogatják, hogy egy kicsit tanulgalmányozzák az írásokat. Ezek megfőzik maguknak a rántottát, és meg is eszik, de a legtöbb ember nem ilyen. Nekik szükségük van valakire, aki tanít, aki prédikál. Na, hát akkor prédikáljunk az igéről. Az első kérdés az, hogy hogyan imádkoztak az apostolok. Ez egy nagyon fontos. Egyetlen egy dolgot szeretnék most mondani, válaszul erre, szüntelenül. Ez nem azt jelenti, hogy ők reggeltől estig imádkoztak, de azt jelenti, hogy mindenkor program volt az imádság. Minden nap. És amikor imaórára jövünk össze, most majd lesz egy imaóra, ezután megyünk haza Szigetvárra, ott lesz egy imaóra, az nem azt jelenti, hogy nekünk az volt a heti imádság, amit ott elmondtunk. Csak tartunk egy ilyen közös imaórát, hogy ketten-hárman összejöjjünk az ő nevében. És hogyha egy akarattal vagyunk, minden dolog felel, amit csak kérünk, az Atya megadja nekünk. Tehát tartunk egy ilyen alkalmat. Volt olyan időszak az életünkben, hetente többször volt ilyen imaóra. Most csak egy van, de az embernek rendszeres imaórája van. Rendszeres imája van. Hát nézzük akkor. Róma levél 1:8 és 12. Igen, felolvasom 8-tól 10-ig, jó? 8-tól 10-ig, igazából a 10-es vers, ami nekünk most itt fontos. Először hálát adok az én Istenemnek, a Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van. Nagyon fontos dolog, igen, tehát ez jó, hogy ide előkerült, egy picit mellékvágány, de nagyon fontos, hogy hálás légy Istennek, és hálát adjál. És örülj annak, amit Isten adott. És lehet nyugodtan hálát adni. Fontos. Fontos, nagyon fontos dolog, hogy hálát adj, hálás legyél Istennek. Most én belegondolok abba, hogy ha
csak magamból kiindulva, tudod, valakinek adok valamit, és ha azt látom, hogy nem is örül neki, nem is érdekli, akkor legjobb esetben azt érzem, hogy hát ezt nem találtam el, ezt az ajándékot. Ezt elbénáztuk. Nem sikerült ez az ajándék. És akkor az ember úgy szomorú, hogy hát pedig gondolkodtam is rajta, meg keresgéltem is, meg áldozatot is hoztam érte, mégse lett jó, hát. De most Isten az, aki mindent ad, és nem azért adja, hogy az ember, hogy is mondjam, magától értetődőnek vegye, és nem is azért, hogy az ember már ne tudjon semminek se örülni. Ez nagyon fontos dolog, hogy igen, kell tudni annak, ami van. És nézd meg, Pál apostolnak az öröme, az a rómaiak hite volt. A római keresztények, azok ott jó mennek, ott jó megy a gyülekezet Rómában. Ezek aztán hitbe állnak. Mert bizonságom nékem az Isten, kinek szellemem szerint szolgálok az ő fiának evangéliumában, hogy szüntelen emlékszem felületek imádkozásaimban mindenkor könyörögvén, hogy most miért, az mindegy, de szüntelen emlékszem felületek imádkozásaimban mindenkor könyörögvén. Ez csak egy példa arra, hogy Pál apostol imái, azok úgy mennek, hogy mindig imádkozik az emberekért. Pál apostol tudja, hogy mekkora fontossága van annak, hogy az emberek megtérjenek az Úrhoz. És hogy Istennek. Ugye beszéltünk arról, hogy Isten összeszed egy stábot, ha tetszik így mondani, és hát ez bizony egy időbe telik, de főleg egy számba, ugye szintén a Róma levélben írja Pál apostol a 11:25-ben, nem akarom, hogy ne tudjátok, atyám fia, ezt a titkot, hogy nehogy magatokat el ne higgyétek, vagy hogy nehogy, hogy is mondjam, felfuvalkodjatok inkább, tehát hogy valahogy így túl magabiztosatok legyetek, ti nemzetek, hogy a megkeményedés Izraelre nézve csak részben történt, csak egy időre, amíg a nemzetek teljessége bemegy. A nemzetek teljessége mikor megy be, ezt Isten tudja, de ha a nemzetek teljessége bemegy, ugye erről beszéltünk, akkor Jézus vissza fog jönni. Akkor vége, akkor Isten lefújja a meccset. És ugye már sokan várjuk azt, hogy lefújja az Úr a meccset, tehát Pál tudja, hogy nem csak személyesen annak az embernek van szüksége megtérésre és az Úr Jézus Krisztusra, hanem a világnak, mindenkinek szüksége van arra, hogy Jézus visszajöjjön már, mert akkor aztán nagy üzemben zajlik majd a megtérés, mert nem lesz más lehetőség. Ez egy nagyon fontos dolog. Isten teremtette egy világot, édenkertet csinált, és az volt az elképzelés, hogy ezt az édent, ezt az egész világra Ádámék elterjesszék. Sokasodjanak, szaporodjanak, és kertészkedjenek. És az Istennek az uralma az gyönyörűen az egész bolygót befedje. A mai napig Isten ezt akarja. No? Ez igazából nagy léptekkel akkor fog megvalósulni, ha Jézus ide visszajön. Addig azt lehet csinálni, hogy összegyűjti Isten azt a stábot, akit az 1000 évesben majd erre használni fog. És az még nem jött össze. Honnan tudom? Mert még nem jött vissza Jézus. Várja a darabszámot. Ja? Azt mondja, Rómában szintén, Róma levélben egy kicsit ledekkoltunk, jártunk az 1-be, 11-be, most megyünk a 12-be, Róma 12:12. Reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, a könyörgésben álhatatosak legyetek. Ámen, álhatatosak legyünk. Tehát meddig kell még imádkozni ezért az emberért? Hát egy 10 évig. Hát egy 20 évig. Miért Isten nem halt el? Isten nem süket, tehát ő hallotta az első imádat is, meg a középsőt is, meg a 11.728-at is, és nyugtázta. Csak az az ember folyamatosan fordul el Istentől állandóan, és mindig egy kicsikét fog. Idő. Az idő tényező, ez egy nagyon fontos dolog. Tehát az időt a hiteddel, az álthatatos hiteddel hidalod át. Addig van hitben, amíg azt nem mondod, hogy nem érdemes, akkor dobtad el a hitedet. Igen? Hát a hitet akkor dobjuk el, amikor megjött az, amiért imádkoztunk. Addig hitbe vagyunk. És nem kell furcsálkodni, nem kell meglepődni. Lehet, hogy évtizedekről beszélünk. És ez az életed, az életműved,
hogy imádkoztál valakiért, aki megtért. Ugye nem szoktuk ezt életműnek tartani, mert életműnek tartjuk a katedrálisokat, meg a festményeket, meg a szobrokat, meg az építészeti emlékeket, ezeket tartjuk életműnek. Meg a, mit tudom én, kupola szerkezeteket, nem. Életmű Isten előtt az, hogyha valaki hűségesen beimádkozott dolgokat az Isten királyságába, embereket, vagy Isten akaratát. Jó, álhatatosnak lenni a könyörgésben. Filippi 1:3-4. Nem szól ez másról, csak felsorolok neked 15 igét ezzel kapcsolatban. Tehát, hogyha valamit a Biblia ennyiszer ír, gondolj bele, vannak olyan igék, olyan igazságok, amiket Isten egyszer szúr le. Egyszer. Azt mondja, ez a szúr le, ugye ez azt mondja, ez a kifejezés is bibliai kifejezés, igazából a prédikátor Salamon mondja, hogy mint szegek erősen le vannak verve gyülekezet tanítóinak szavai. Tehát Isten leverte egyszer ezt az igazságot, az ott van. Van a Bibliában mondjuk háromszor összesen. De itt az újszövetségi Szentírásban az állandó imádságból való ige, az nem egyszer fordul elő, nem kétszer, nem háromszor. Ja? 15-ször, vagy nem is tudom. Tehát ez nagyon fontos. Nagyon fontos. Filippi 1:3-4. Hálát adok az én Istenemnek minden rólatok való emlékezésemben, mindenkor, minden könyörgésemben, mindenitekért nagy örömmel könyörög. Én ezt a múlt héten felolvastuk ezt az igét, már ugye beszéltünk az örömről, akkor most arról nem beszélünk. De nézd meg, itt is hálát ad, és mindenkor imádkozik. Ez nagyon fontos dolog. Tehát ez nagyon fontos dolog. Efezus 1:16-tól, érdemes elolvasni, hogy az imádság a 19. versig szól, de mi csak a 16-ot nézzük most meg. Nem szűnök meg hálát adni értetek, emlékezvén az én könyörgéseimben, vagy közbenjárásaimban. Gyerekek, Pál, hogyha ment valahova, az úton volt, vagy hogyha sátrat csinált, vagy hogyha éppen nem volt neki milyen dolga, akkor imádkozott. Vagy a másik, hogy akkor ment és prédikált. Ez a két dolog történt az életében. És mondhatod azt, hogy ez Pál apostol. De hidd el nekem, mert látni fogod, nem csak Pál volt, aki... Tehát ne, ez nem csak egy apostol dolga, hogy imádkozzon. Tehát itt nagyon sokan el vannak tévedve, hogy az imádság a papok dolga. Hát nem a papokat teremtette Isten a saját képére, hanem az embert. Ugye? Ez fontos. Tehát nem a szolgálókat teremtette Isten a saját képére is. Tehát az ő, nem a szolgálók az Isten képviselői, hanem az ő gyermekei az ő képviselői. Te meg én, mindannyian. Ha szolgálod Istent olyan értelemben, hogy prédikálsz, hanem számtalan névtelen imádkozó van, akikről nem tudunk, és rengetegen vannak. Most ugye, akiről nem tudunk, arról nem tudunk. De itt a Bibliában látjuk azt, hogy van más is, nem csak Pál, aki imádkozik folyamatosan. És szolgálatként tekinti ezt a dolgot. Oké? Tehát az Efezus 1:16-ban is azt láttuk, hogy nem szűnik meg az imádságtól háladással kezdés közben jár. Háladással kezdés közben, és mindig. Nézd meg, ez egy mintázat Pálnál. Oké? Kolossé 1:3. Ugyanez. Kolossé 1:3. Ugyanez. Csak más szavak. Nézd meg. Hálát adunk az Istennek, és a mi Úrunk Jézus Krisztus atyának mindenkor érettetek könyörögni. Kolossé 1:9. Érdemes elolvasni a 11-ig, de most csak a 9-eset nézzük. Megint ugyanez. Azért mi is, amely naptól fogva ezeket hallottuk, nem szűnünk meg érettetek imádkozni és kérni. Hallották, hogy a Kolossé belieknél megtérés történt, és ezek az emberek Istenhez fordultak, és azonnal nekiálltak értük imádkozni Pálék. Majd látjuk azt, hogy mikért. Tehát ezt most hagyjuk békén ezt egyelőre, a jövő héten vagy azután, hogy miért imádkoztak. Ez lesz egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ezt közreadom, tehát kinyomtatom, ha akarjátok ezt a tanítássorozatot. Főleg azt a részét, hogy miért imádkoztak Pálék. Ezért lehet imádkozni másokért. Tehát ezt használhatod, ezt Isten ma is meghallgatja. És miért azzal foglalkozunk, hogy Pálék? Hát azért talán, mert jól csinálták, meg lehet. Meg lehet, jól csinálták. Azért gondolom, hogy jól csinálhatták, mert Isten megőrizte az írásaikat 2000 éven át. Gondolj bele,
Nem biztos, hogy az én írásaim fönnmaradnak 2000 évig. Nem biztos, hogy érted? Tehát valamit tudtak ezek az emberek, mert Isten odarakta őket a polcra. És úgy hívják, hogy Isten igéje. Tehát Pál leírja a történetét, de azt mondjuk, hogy Isten igéje. Isten ihlette ezt a dolgot. Pál írja le. Jó. Kolossé még mindig 4-2. Kolossé 4-2. Kolossé 4-2. Az imádságban álhatatosak legyetek, virrasztván abban hálaadással. Úgy is fordítják egyesek, hogy vigyázván abban hálaadással. Vigyázván. Tehát álhatatosan. Ez nem egy nagymamás dolog. Hát ismerjük ezeket a nénikéket, akik botorkálnak a templomba, és állandóan imádkoznak. Na, jól teszik. Nagyon jól teszik, hogy állandóan imádkoznak, hogy Isten állandóan meghallgatja az imáikat. Ez egyfajta ilyen... Tudom, hogy van egy olyan... Ezt szét kell választani. Tudom, hogy van egy olyan keresztény nézet, hogy ha valamiért 10-szer imádkoztál, azért 9-szer voltál hitetlen. Ez igaz akkor, hogyha csak te rólad van szó, meg Istenről. De a közbenjárás nem így működik. Közbenjárni lehet valakiért 150 ezerszer. Az nem jelenti azt, hogy te hitetlen vagy. Mert mindig bizalommal jössz Istenhez azért az illetőért, azért a dologért, azért az emberért. Amikor arról van szó, hogy csak Istenen és csak rajta múlik valami az én hitemen, akkor elég egyszer imádkozni. De drága testvér, a világ az nem hívő emberekkel van tele, nem Isten után futó, Istenben bízó emberekkel van tele. Ezért kell másokért imádkozni, ezért kell közbejárni. Mert értük, valakinek menni kell az Úr elé. Nagyon fontos dolog. Mert aki kér, az kap. Jó? Tehát ez az alapja, az, aki kér, az kap. Vannak dolgok, amiket Isten felettébb meg tud tenni, mint sem kérjük vagy elgondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, de az a bennünk elvégzett munkája. Az a bennünk elvégzett munkája. A világban, mert a világ nem az ő felségterülete. Én az ő felségterülete vagyok. Bennem azt csinál, amit akar, amíg az én szabad akaratomba bele nem ütközik. Jó? Az én szabad akaratomba Isten nem ütközik bele, akkor bennem tud munkálkodni. És ehhez nem kell az én felettébb, mint sem elgondoljuk, ugye? Felettébb, mint sem kérjük, vagy elgondoljuk. Mert tud bennem munkálkodni. Ez az Efezus levél csak arra vonatkozik, ez a mondat, amit bennem elvégez Isten. Amit a világban kell, hogy Isten elvégezzen, egy világi emberben, valakiben, vagy olyan emberekben, akik hát nem nagyon tudják, hova mennek, keresztényekről beszélek, nem nagyon tudják, nem tudatos keresztények, azokért imádkozni kell. Ez fontos dolog, mert Pál, onnan gondolom, hogy imádkozni kell értük. A Pál imádkozott értük, Péter imádkozott értük, Epafrás imádkozott értük, oké? Okay? Egy csomó ember van az igében. Jó? Egy tesz, egy, kettő, három. Egy tesz, egy, kettő, három. Tehát Pál apostol Tesszalonikaiakhoz írt levele, első fejezet, második, harmadik vers. Hálát adunk az Istennek mindenkor, mindnyájatokért. Látod, megint hálával kezdi Pál? Hálával adunk Istennek mindenkor, mindnyájatokért, emlékezvén rólatok a mi imádságainkban, szüntelenül. Emlegetve, törö-törö, és akkor írja, hogy mit imádkozik. Titeteket, stb. Mindig ez megy Páléknál. 1 Tesszalonika 2, 13. Tehát ugyanott vagyunk, 1 Tesszalonikában, csak nem az első fejezetben, második fejezet, 13-as vers. Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül. Ugye ez Pál második levele, illetve első levele az 1 Tessz, korábban, lehet a legkorábban írt levele, a 2 Tesszalonika 1.11-ben is ezt látod, 2 Tesszalonika 1.11-ben. Nyugodtan, tehát ezeket leírjátok, már csak gyakorlásnak se rossz, otthon szépen fölcsapni a Bibliát, és előkeresni ezeket. Hol is van? Hol is van, hol is van? És elolvasd. Ezt azt mondtam az elején. Kell szólni Tiborhoz. Te kérsz egy Bibliát. Oké. Okay. Meg van beszélve. Egy Biblia rendel. Hát, ha ez szertartás, 22, igen, igen, egy hét múlva. Akkor sajnos nem tudok beszélni, még ha az időpontra.
Nem baj, dicsőség Istennek, azért egy evidenciában van tartva a Bibliád, jó? Szerzünk. Miért szeretnék? Kicsit vagy nagyon? Közepest. Ja. Közepest. Ja. Oké. Okay. Akkor se kicsi, se nagy. Jó? Tehát ez egy ilyen gyakorlás, hogy megkeressük otthon, lássuk, hogy úgy van, tényleg? Ezt mondta tényleg? Vagy Tibor félre beszél? Oké. Okay. Tehát 2 Tesszalonika 1.11. Mi végből imádkozunk is, mindenkor érettetek. Hát, 2 darab igénk van, már csak. Mennyi ideje beszélek, azt megnézem, 1/2 órája. Akkor még a következő téma is belefér, dicsőség az Úrnak. 1 Timóteus 5.5, ez egy személyes levél, ugye a Filemon is, meg a Timóteus is. Vagyis nem egy gyülekezetnek ír Pál, hanem egy-egy embernek. Timóteus volt tanítványa, és felülvigyázója volt a gyülekezetnek, és ezért aztán kitüntetett ember. És itt arról beszél, hogy mit csinálnak a valóban özvegyasszonyok. 1 Timóteus 5.5. Tehát a Timóteushoz írt első levél, 5-ös fejezet, 5-ös vers. 1 Timóteus 5.5. A valóban özvegy és magára hagyott asszony pedig reménységét az Istenbe veti, és foglalatos a könyörgésekben és imádságokban éjjel és nappal. Nem tudom, vagy köztetek özvegyasszony, nem kell az özvegynek lenni, az elég, ha az embernek ideje van. Miért az özvegyasszonyt emlegeti Pál apostol? Az özvegyasszony az volt az Ószövetség, csak kicsit többet értettek alatta, mint mi. A valóban özvegy asszony az volt, akinek nem volt senkije. Tehát leszármazottai sem. Vagy ez vagy azért történt, mert elhaltak, vagy azért történt. Magyarán nem volt senki, aki gondoskodjon róla. Igazából. Tehát nem kellett neki unokázni, nem kellett neki ilyenféle dolgokkal foglalkozni, a gyerekekre vigyázni, meg főzni, mosni otthon, még a szülők elmennek dolgozni, stb. És ezeket az embereket a közösség tartotta el, jelen pillanatban a keresztény közösség, tudni, nem volt nyugdíj sem. Tehát ő volt a legkiszolgáltatottabb ember, de ideje volt, bőven. Ideje volt. Hogyha valaki gondoskodott róla, akkor meg aztán végképp. És akkor azt mondja, hogy a valóban özvegy. Tehát ugye nem csak az az özvegy, akinek meghalt a férje, de egyébként van 4 gyereke meg. 29 unokája, meg tudom én, milyen van neki, az nem olyan özvegy. De az igazán özvegy asszony, akinek senkije nincs, annak van ideje imádkozni. Éjjel és nappal. Tessék? Több ideje. Több ideje, igen, mint hogyha sok minden mása lenne. Filemon 4:6. Filemon az egyetlen fejezetből áll. Csak a 4-es verset olvasom most föl. Tehát úgy is mondhatnánk, hogy a Filemon első fejezet 4-es vers, de azért nem mondjuk, hogy első fejezet, mert csak egy fejezet van. Hát fölösleges. Hálát adok az én Istenemnek mindenkor emlegetvén téged az imádságaimban. Ezt azért hoztam ezt az igét, mert itt egyes emberről van szó. Tehát egy emberért is lehet állandó imádság. Aki egy keresztény ráadásul, tehát az ő előmeneteléért, meg majd látjuk a témákat, hogy miért imádkozik Pál ezekért a manusokért. Magyarán nem egyetlen egy emberre is fókuszálhatsz. De vigyázz, figyelj oda arra, hogy Isten akaratában történjen a dolog, jó? Bármi furcsa, Isten mondhatja azt, hogy érte nem imádkozunk, édes. Mert az illető eldöntötte magában, amit eldöntött. Ez ritka, jó? Csak úgy mondom, hogy előfordul. Általában inkább az szokott előfordulni, hogy az emberek olyanokra fecsérelik az idejüket, energiájukat, akikre fölösleges. Ez ilyen elő szokott fordulni. A imádságnál is néha ilyen előfordul, de az a néha. Jó? Tehát minden esetre most pont az ellenkezőjét emeltem ki, mint amit az ige írt, de a lényeg az, hogy lehet egy-egy emberi imádkozni. Csak azt találd meg azt az egy embert. Hogy ezt, az Úr ezt akarja, ezt az embert előbe hozni. Ez egy érdekes dolog. Vannak az ember, Istennek kulcs figurái, kulcs emberei. A kulcs emberek azok kulcs támadásokat élnek át. Mert a kulcs ember az azért kulcs ember, mert Isten valami olyan helyzetbe akarja hozni, amin keresztül nagyon sok ember meg tud áldani.
Érted, amiről beszélek? Tehát vannak a világban is ilyen kulcsemberek, tudod? Tehát egy politikus, egy média ember, az egy azért kulcsember, mert nagyon sok ember életét meg tudja formálni. Nagyon sok ember életére kihatással van. Ezért kulcsember. Tehát, oké? Okay? Lehet ilyeneket mondani, ezer és egy van. A húrtépő, akit a gyerekek hallgatnak ezrével, az egy kulcsember, mert az ő dalszövegeit, az összes hülyeségét minden gyerek tudja. Ugye? Kulcsember egy politikus, hát eldönti, mi fog történni egy országban, mi fog történni egy megyében, mi fog történni egy városban. Kereszténységben is vannak kulcsemberek. Ilyen kulcsember volt Timóteus például. Aztán itt van Filemon, akinek a neki szóló levél ott van. Tehát lehet imádkozni ilyenkor ezekért az emberekért, hogy ez a szolgálókért való imádság. Mert ő rajtuk múlhat sok minden. Ő rajtuk keresztül Isten tud csinálni dolgokat. Jó? Tehát, hogy kit akar Isten kulcs emberré tenni, ez meg az ő dolga, de egy biztos, hogy ezeknek az embereknek a közös tulajdonsága, hogy Sátán is tudja róluk, hogy kulcs emberek. Ő is tudja róluk, hogy kulcsfigurák. Tehát olvassuk a Bibliában azt, hogy Sátán megkísérti Jézus Krisztust, ugye? Tehát valahogy rá akarja venni, mert kísértés miért szól, hogy elbukjál, hogy elroncsad. Most nyilván Jézus annyira kulcsember volt, amennyire csak lehet. Ő a abszolút kulcsember. Ha ő elbukik, akkor vége. Akkor nincs üdvösség. Nyilván lehetetlen volt, hogy Jézus elbukjon, mert Jézus Isten volt. Testben. Isten nem bukik át. Tehát olyan nincs. Tehát nem lehet rávenni arra, hogy ő bukjon. De nyilván Pál apostol egy kulcsember volt. Gondolj bele ezt a rengeteg igét, amit felolvastunk, ezt mind Pál írta. Hát, hogyha most Pált sikerült Sátánnak kiiktatni, akkor ez nincs. Mondhatod azt, hogy jó, persze, Isten talált volna mást. Igen, de ott volt ő. És ha ott van egy ember, azért lehet imádkozni. És akkor ezek a gyülekezet szolgálói, és több mindegy, hogy melyik gyülekezet szolgálója, ha te kinézed magadnak, imádkozhatsz érte, hogy Isten rajta keresztül nagy áldásokat tudjon véghez vinni. Oké? Okay? És ilyen volt Timóteus, és ilyen volt Filemon. Jó. Következő. A kérdés az volt, hogy hogyan imádkozunk. És akkor van egy érdekes kifejezés a Bibliában, ez a tusakodás. A tusakodás, ez a birkózás, vagy az erőteljes munka, amikor az ember megkapálja a vége láthatatlan rendet, ugye végigkapálja, az egy ilyen tusakodás. Akkor már nagyon fogcsikorgatva csinál, az ember alig bírja magát, de még mindig van egy 5 méter, amit meg kell kapálni. És nem is csak 5 méter, hanem ráadásul 10 méter szélesen 5 méter. Jaj, de azt még meg kell kapálni. Jártunk így? Ugye? És meg sorolhatnánk ugye, ezeket a dolgokat, hogy hát igen, még ezt a mosást be kell tenni. És azt még ki kell teregetni. Ugye még van ott nekünk egy egész lavor ruha, amit ki kell terülni. Már nagyon hulla vagyok, de ez már tusakodás. Tehát az ember az akaratát a cél érdekében megfeszítve erőteljesen dolgozik. Ja? Aztán ebben a tusakodásban benne vannak az érzelmek is, ugye? Tehát engem nem hagy hidegen a saját imádságom. Vagyis benne vagyok én, hogy ez kell, ez nagyon kell az, amiért én most imádkozom. Nem nekem kell, valaki másnak kell, látni fogjuk. Róma 15:30. Róma 15:30. Kérlek pedig titeket, atyám fiai, a mi Urunk Jézus Krisztusra és a szellem szerelmére, vagyis Isten szerelmére kérlek benneteket, tusakodjatok velem együtt az imádkozásban. Én érettem Isten előtt, hogy törő. Most a téma nem érdekes, majd azt is nézzük, hogy mi a téma, de Pál kéri, hogy erőteljes imádságot kér önmagáért. Mert tudja, hogy kulcskérdés az, hogy ő most ezt meg tudja csinálni, vagy nem. Nem neki kulcskérdés, azoknak az embereknek kulcskérdés. Tudja, Pál pontosan tudja magáról, hogy ő egy kulcs személy. És ő imádkozik, megy Isten elő. Jó? Ez egyfajta zörgetős ima. Beszél erről Jézus Krisztus.
Jó, a Máté 7-8-ban, meg a Lukács 11-10-ben, szóval leírjátok és otthon ellenőrzitek, tehát Máté 7-8, Lukács 11-10-ben van az, hogy a zörgetőnek megnyittatik. A zörgetőnek megnyittatik. És ugye ez a Máté 7-7-től így szól, kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, és zörgessetek és megnyittatik néktek, mert aki kér, mint kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyitatik. Ugye ezt idéztük. Avagy ki az ember közületek, aki ha az ő fia kenyeret kér, tőle követ ad neki. És ha halat kér, vajon kígyót ad-e neki. Azért, ha ti gonosz létetekre tudtok féltoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áldati mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle. És Jézus akkor megmagyarázta, mit jelent kérni. Azon a bizalmi alapon vagyunk, hogy Isten jó Isten, és ha kérek tőle valamit, akkor ezt az igét tudom lobogtatni. Istenem, ha kérek tőled valami jót, akkor te sokkal inkább adsz nekem jót, mint hogy én adok bárki másnak jót. Tehát te jobb vagy, mint én. De Jézus nem tanítja itt az örgetést, hogy az mi. Máshol beszél az örgetésről Jézus. Ez egy kitartó imádság. Az örgetés, amikor valaki másnak akarok valamit. Jó? Már lehet, hogy erről beszélek egyszer külön, de lényeg az, hogy ez nem a te bizniszed, ez nem a te dolgod. Ez másért megy. Ez másnak a dolga, másnak a problémája. És te vagy, aki ebben zörgetsz, és kitartó vagy, és mész Istenhez, és addig, amíg az a dolog meg nincs, addig megyegetsz Istenhez. És figyeled a dolgokat, hogy hogy állnak. És erről beszélünk, hogy igen, hát hogyha valaki bezörget valahova, és nem hallják meg, ugye az kitartóan történik, de hát az maximum 10 perc, 15 perc, 15 percig már nem vár senki. De egy imádságnál lehet 10 év, 15 év. Valakiért. Valamiért. Ez kemény dolog. Jó? Aztán, itt van egy srác, az Epafrás, és akkor ezzel fejezzük be a mai tanítást, azt hiszem. A Kolosséból, Kolossé 1.7, illetve 4.12.13. Kolossé 1.7, aztán Kolossé 4.12.13. Ahol megnézzük Epafrást, és szintén Kolosséban az 1.29, illetve 2.1, amiben látjuk Páltól ugyanezt. Tehát Kolosséban ott Kolossé beliekért, ugye, mert a Kolossé beliek közül való volt Epafrás, volt egy ilyen imádság szelleme ezen az emberen. Na most erről az Epafrásról, erről nem tudjuk, hogy milyen szolgálatban áll, tudjuk, hogy szolgáló volt, tehát tanít, mert ahogy tanultátok is Epafrástól, ami szerelmes szolgatásunktól, aki hű szolgája érettetek a Krisztusnak. Magyarán, ha valakiért imádkozol, az Krisztusnak végzett szolgálat. És látjuk, ez egy hűséges szolgálat, és emlékeztek az első igéről, hogy közel van az Úr mindenőt hívóhoz mindenki, ez aki hűséggel hívja őt, ugye? Mondja a Zsoltáros 145. Zsoltárban. Tehát Epafrás a hű szolgálja Jézus Krisztusnak. És megtudjuk, hogy miben szolgál Epafrás. Jó, tehát tanított Kolosséban, azt tudjuk, mert tőle tanultak bizonyos dolgokat, de most nem Kolosséban van, most a Kolossé beliekért imádkozik. Tehát nem is zárja ki egy tanítási szolgálat azt, hogy egy ima szolgálat legyen mellette, ugye? És látjuk, nem apostol, tehát ő nem egy apostol, ez nem csak az apostolok dolga. Kolossé 4.12-ben tudjuk meg, hogy miben szolgál, imádságban. Köszöntiteket Epafrás, aki közületek való, ugye ennen tudjuk, hogy Kolossébeli. Krisztusnak szolgálja, még egyszer mondja, hogy Krisztusnak szolgálja ez ebben, mindenkor tusakodván ti érettetek imádságaiban. Tehát ő nagyon keményen imádkozik, ez a jó ember, és akkor leírja, hogy miért, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel, tiri-tiri-tiri, stb. 13-as vers, sokat fárad érettetek. Jó, tehát ez az imádság, amiben bele lehet fáradni, ebbe ki lehet fáradni. Ez olyan kemény ügy. Mindenkor tusakodván érettetek imádságaiban, sokat fárad érettetek. Hát a Kolossé beliekért, meg a Laodikeaiakért, meg a Hierapolisziakért. És
hogy ez egyfajta belülről jövő elhívás, azt meg a Pál életéből tudjuk azt, Kolossé 1.29, illetve 2.1. Jó? Ez két egymást követő ige vers, csak közben egy fejezet elválasztás történik. Rossz helyen megjegyzem, de tehát a Kolossé 1.29 után jön a 2.1. Ezt egybe kell olvasni. Amire igyekszem is, mondja Pál, tusakodván az ő ereje szerint, amely én bennem hatalmasan munkálkodik, mert akarom, hogy tudtotokra legyen, hogy milyen nagy tusakodásom van érettetek, és azokért, akik Laodikeában vannak, és mindazokért, akik nem láttak engem személy szerint e testben. Csomó emberért imádkozik, kolossébeliekért, ugyanazokért, akikért Epafrás, tehát lehet, hogy ezek együtt imádkoznak, Pál és Epafrás, és azt mondják, ez bele lehet fáradni. Sokat tusakodik ezekért, és még olyanokért, akikkel még nem is találkozott, csak tudja, hogy ezek a keresztények vannak. És majd látni fogjuk, még egyszer mondom, elő fog jönni, hogy miért, mi a téma, mit kérnek Istentől, mi az, amiért mennek az Úr elé. De lényeg az, hogy bizony többen ott vannak ebben az egészben, ebben a nagyon komoly imádságban, ami kitartó, ami álhatatos, ami hűséges, ami erőteljes, ami érzelemmel teli, ami melós, amiben bele lehet fáradni, ami tusakodós. Oké? És végül az utolsó igém mára, az bizony a Galata 4.19. Ez pedig szintén Pál, aki imádkozik a... Ez egy nagy tartomány, ez a Galácia vagy Galata tartománya, tehát ez nem egy, ez olyan Baranya, tudod, csak nagyobb. Ami Dunántúl mondjuk, de a Galácia annál is nagyobb. Tehát ez nem egy város vagy valami, ez a Galácia beliekhez írt Galata levél. Ez egy nagy tartomány, egy nagy földterület, ahol több város van, falvak meg minden. Na, ő értük imádkozik, ott van egy csomó hely, ahol gyülekezet alakult ki. Gyermekeim, kiket most figyelj, ismét fájdalommal szülök, míglen kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Na, két dolgot érdemes megjegyezni. Fájdalommal szülni, aki szült már, az tudja, hogy ez egy fájdalmas tevékenység, én nem fogom tudni sose, de minden esetre egy új élet jön a világra. Tehát azt, hogy a Pál apostol, gyermekeim, akiket szülök, tehát a Galácia beliek közül nagyon sokan Pálnak köszönhetik azt, hogy Krisztusban vannak. De mit jelent az, hogy fájdalommal szüli őket? És ráadásul ott van, hogy ismét, már megint. Tehát ebből sejtítjük meg azt, hogy Pál mielőtt megy valahova prédikálni, keményen imádkozik. Hogy ott megtérők legyenek, majd látni fogjuk a témáknál. És a Galatákhoz bekerült egy csomó judaizáló, és elkezdték őket elforgatni Krisztustól. Ezt tudjuk a Galata levélből. Tehát Pál leírja, amiket ír, abból tudjuk, hogy milyen állapotban vannak. És már megint könyörögni kell értük, már megint fájdalommal szülni kell őket, tehát ez megint egy nehéz imádság, egy ilyen tusakodós imádság, hogy észhez térjenek a Galata beliek, hogy visszatérjenek az evangéliumhoz, amiben egykor voltak. Vagyis ez megint egy olyan helyzet, hogy visszacsúszott, visszaeresztett, visszaesett keresztényekért is lehet erőteljesen imádkozni. Nem tudjuk, mi lett a Galatákkal, erről nincs tudásunk. Azt ugye lehet tudni egy-két levélben, hogy ezekkel mondjuk az efezusiakról lehet tudni, mi lett velük, mi lett a sorsuk később, évtizedekkel később. Galatákról nem lehet tudni, mi lett az eredménye, azt, amit Pál csinált, de mindesetre az eredménye egy nagyon kiváló levél, a Galata levél, ami mindenképpen eredmény, ami eljutott hozzánk, és a hitünkben tud segíteni. De ezek az emberekért Pál imádkozik. És azt mondja, egyszer már megimádkoztalak benneteket, egyszer már beimádkoztalak titeket Isten királyságába, idézőjelbe, és most megint kezdhetem előről, mert valaki megzavarta a hiteteket, valaki bolondot csinált benneteket, és most testben akarnátok folytatni, amit szellemben kezdtek el, stb. És megint kell értük imádkozni. És akkor Pál megint könyörög Istenhez. Ez, hogyha ismeritek Mózes történetét, akkor ez ahhoz hasonlatos, az ószövetségi játék a Mózesnek,
hogy a nép mindig csinált valami állatságot, valami igazán ótvaros nagy csúnyaságot, és akkor Mózes mindig ment Istenhez könyörögni, közben járni, hogy Uram, légy irgalmas. Ugye? A végén már Isten küldte el, hogy miért jössz ide, Mózes? Ne gyere! Uram, ne haragudj ezért. Ugye, tehát mindig Mózes mindig ment közben járni. Galaták egy kicsit hasonló helyzetbe kerültek, hogy bekerültek Isten királyságába, és akkor jöttek a hamis tanítók, és meghűítették őket. És akkor ugye Pál megint ment értük imádkozni. Ja, tehát ezért is lehet, hogyha valaki visszacsúszott, lehet értük imádkozni. Amire én csak szerettem volna mai napon felhívni a figyelmet, hogy a közbenjáró imádság az egy álhatatos imádság, mindig hálaadással kezdjük, nem adjuk fel, nem szűnünk meg imádkozni, értetek? Okay. Ez egy erőteljes imádság, ami melós, ami tusakodós, amiben bele lehet fáradni bizony, ami megint, meg megint, meg megint, mint megkapálni egy földet minden nap, és az embernek az érzéseit is magával rántja, meg az erejét is magával rántja, tehát viszi. Nem kell ahhoz apostolnak lenni, hogy valakiért imádkozzunk, tömegekért imádkozunk, emberekért imádkozunk. Láttuk azt, hogy egy-egy emberért is, kulcsemberekért lehet imádkozni, Pál imádkoztat magáért, imádkozik Timóteusért, imádkozik Filemonért. És végül, de nem utolsó sorban, hogyha a keresztények elbénázzák, és János is beszél arról, hogyha látja, hogy valaki vétkezik, imádkozzék, és Isten életet ad adnak. Tehát ez bizony nekünk felelősségünk, közös és általános felelősségünk. És akkor Isten adja a kegyelmét, akkor jövő héten elkezdjük azt, hogy miért imádkoztak Pálék. Tehát mik voltak a célok, amiket el akartak érni az imádságaikkal. Mert azt már tudjuk, hogyan kellene, de azt is tudjuk, hogy az Bibliából azt is lehet tudni, hogy mik voltak a stratégiai kérések. Tehát mi volt a legfontosabb, amiért mindig imádkozott Pál. És akkor ennyi fért ma bele a kis buzdításba, és hát köszönöm a figyelmet. Amen.